Szép számú kisvárdai szurkoló kísérte el a csapatot a Kazincz Barcika otthonának számító Putnokra, abban a reményben, hogy ünnepelhet a mérkőzés után. A 17. percben hátrányba kerültek a vendégek, Boros szerzett vezetést a kiesés elől menekülő Barcikának. 4 perc múlva jött az egyenlítés, Olá Gergő közelről talált a kapuba. A 69. percben ismét előnyhöz jutott a házigazda, Boros ezúttal fejjel volt eredményes. A hátralévő időben a várdaiak mentek előre az egyenlítésért, de gólt nem sikerült szerezniük, sőt a 91. percben Mikló harmadszor is bevette zöldesi kapuját, bebiztosítva ezzel csapat a győzelmét. Jól kezdődött a mérkőzés, nekünk volt helyzetünk, aztán utána egy megpattanó lövésből sajnos gólt kaptunk, ezt elég hamar ki tudtuk egyenlíteni. Másik fél időben igazából nem nagyon forogtak veszélybe a kapuk, aztán egy eladott labdából, egy óriási védelmi hibából sajnos kaptunk egy második gólt, és utána viszont már mentünk az egyenlítésért, de ott nem sikerült kiegyenlítenünk, és a végén kaptunk egy harmadikat, egy szabadrúgás után, akkor már a mérkőzés vége felé jártunk. De nem is ez bosszant, hanem az, hogy néhány játékos akarati tényezőket nem tudott úgy mozgósítani, ahogy kellett volna, és sajnos akaratban az ellenfelünk jó néhány játékosunk felé nőtt. A szakember elmondta, nem könnyű játszani egy élethalál harcot vívó csapat ellen, de az említett akarati hiányosságok mellett nem megy el szó nélkül. Nyilván ezeket rendezzük, tehát az lesz a feladatunk, hogy már holnap ezeket lerendezzük, ezeket a dolgokat, és nyilván akik nem úgy állnak a futballhoz, akkor esetleg szankcionáljuk is őket, de mindenképpen a hétvégi mérkőzést meg kell nyernünk, úgyhogy egy hazai találkozót ezt be kell húznunk. A 35. forduló további eredményei a következők: Gyirmót Szolnok 1-1, Budafokvác 0-2, Budaörs Békés Csaba 1-1, Nyíregyháza Spartakusz Cegléd 0-2, Dorog Csákvár 2-1, Soroksár Siófok 1-1, Grosics Akadémia Zalaegerszeg 2-0, Sopron Mosonmagyaróvár 1-4 és MTK Budapest Győr 3-1. A tabella élén az MTK áll 82 ponttal, megelőzve a 68 pontos Kisvárdát és az 59 pontos Békés Csabát. A Kisvárdának vasárnap a Grosics Akadémia ellen 1 pontra van szüksége ahhoz, hogy feljusson az NB1-be.